Összefüggő kerékpárhálózatért nyújtottak be kérvényt civilek Marosvásárhelyen. A több mint 20 egyéni beadvány mindenikében személyes kéréseket és észrevételeket fogalmaztak meg. A tavasz kezdetével egyre többen veszik elő kerékpárjukat Marosvásárhelyen is, de az infrastruktúra nem az ő oldalukon áll. Marosvásárhely polgármestere szerint épp veszélyes kerékpározni a főtéren. Ennek ellenére senki nem tett azért, hogy ez ne így legyen. A kerékpárosok Kádár Balázs kezdeményezésére vettek részt a figyelemfelkeltő akción. Ő azt mondja, aktivizálni kell a marosvásárhelyieket, hiszen ha lesz összefüggő biciklis úthálózat, akkor még többen fognak kerékpározni. Szükség van összefüggő kerékpárút hálózatra. Ennek a tervezete elkészült 2010-ben, önkéntes munkával felmértük önkéntesként vettem részt abban, hogy felmérjük az úthálózatot és hova mit lehet létesíteni, viszont a város ezzel nem élt és nem használta fel a lehetőséget, nincs nyitás kerékpár útak létrehozására. Ezen az útszakaszon naponta többször is elhalad kerékpárjával László Mihály, minden alkalommal le kell szállni a kerékpárjáról, mivel itt nincs átjáró felület szemben a néhány méterrel távolabb fekvő autóúttal. Én naponta legalább 5-6 áthaladok itt, de én nagyon figyelek jobbra-balra, mert nem hiányzik nekem, hogy öngyilkos legyek, erről van szó. És aztán, hogyha megjavítsák, megcsinálják úgy, ahogy kell, még biztonságosabban fogok eljárni. Beadvánnyal fordult a polgármesteri hivatalhoz Haim László is. Ő azt mondja, a kerékpárutak hiányában kénytelenek szabálysértést elkövetni és a járdán közlekedni. Nap mint nap használjuk a biciklit, gyerekekkel iskolába, óvodába járunk, és egyszerűen nincs infrastruktúra, és hát a várost el kell ismerjük, hogy az autós forgalom dominálja, és ez sajnos a biciklis forgalom kárára történik. A civilek további figyelemfelkeltő akciókat terveznek, és bíznak abban, hogy ezek majd elérik a városvezetés inger küszöbét.